Klaus Schwab beteget jelentett Soros Györgynek halaszhatatlan elfoglaltságai vannak. Sajtóhírek szerint Bill Gates is távol marad a Davoszi fórumtól ezúttal. A globális veszélyeket előrejelző jelentés Magyarországról is szótejt. Összeszedtük, mi minden történt a héten zajló világgazdasági fórum első napján. Üdvözlöm Önöket a mikrofonnál Kulifai Máté ebben a podcast sorozatban rendkívüli Érdekes cikkek és hírek hátterét igyekszem megvilágítani. Ha kíváncsi a folytatásra, kérem, iratkozzon fel a YouTube csatornájára, és állítsa be az értesítéseket a csengőgomb megnyomásával. Hétfőn ugye kezdetét vette a 2023-as Davoszi Világazdasági Fórum, amelyre ezúttal az ukrajnai háború miatt Oroszország nem kapott meghívást. A korábbi években a Davoszi találkozó súlyát egyébként az is adta, hogy különféle... Még diktatórikusnak mondott rezsimekből is rendre hívtak meg előadókat, politikai és gazdasági vezetőket, azonban úgy tűnik ezúttal Oroszország nem szívesen látott vendég a svájci városban. Ezúttal ennek az 53. találkozónak az együtt a megosztott világban címet adták, az előadásokon, kerekasztal beszélgetéseken, a biztonsági veszélyektől a környezetváltozásig számos kihívást érintenek a panelek résztvevői. A fórumot megelőzően közzétettek egyébként a világgazdasági fórum éves kockázati előrejelzését, tehát minden évben megcsinálják, amely szerint a következő két évre vonatkozó prognózis alapján a legnagyobb veszélyt az emberek számára a megélhetési költségek növekedési se jelenti majd. A második helyen következik nyomban a természeti katasztrófák és az szélsőséges időjárási események, és a harmadik helyen futott be az úgynevezett geogazdasági konfrontáció. A világgazdaság, amit a magyar oldal a portál a világgazdaság.hu oldala végigböngészte ezt a jelentést, amelyből kiderült, hogy a kockázati elemzésen túl a fórum elvégzett egy 121 országra kiterjedő kutatást is, amelyben 12 ezer vezetőt interjú voltak meg, és Magyarország esetében egyébként egy rendkívül lesújtó eredményre jutottak. Szerintük 2024 végéig a következő veszélyek leselkednek az országra. Elsőként gyors és tartós lesz szerintük az infláció, majd a következő helyen a fertőző betegségek veszélye szerepel, harmadik a geoökonómiai konfrontáció, negyedik náluk, vagy nálunk a megélhetési válság, és ezt követik a természeti katasztrófák és a szélsőséges időjárás, valamint a súlyos ársokkok. A, a lap egyébként egy hibát is észrevett a jelentésben, abban ugyanis Magyarország a felsorolásban egyedüliként kétszer is szerepel, mindezt úgy, hogy másodjára már más jellegű veszélyek is bekerültek a felsorolásban, például a befektetési piac bedőlése, vagy az alapvető infrastruktúra összeomlása. Ez utóbbival kapcsolatban egyébként a Twitteren elterjedt a tavalyi beszéde Klaus Schwabnak, vagy ilyen kis mini videója, amelyben azt helyezi kilátásba, hogy hát igen, szörnyű dolog a Covid, meg a világjárvány, rettenetes károkat okozott a gazdaságnak is, de a kiber veszély még durvább, ugyanis minden korábbinál jobban világossá vált, hogy mennyire súlyos csapást tud jelenteni azt, hogyha... Egyik pillanatról más sikra ilyen globális ellátási láncok egyszerűen megszűnnek, vagy akár most a háború arra is felhívta a figyelmet, hogy az ilyen alapvető infrastruktúrális intézményeket milyen könnyedén ki lehet lőni, és egyébként megbénítva ezzel rengeteg gazdasági folyamatot, gondolnak itt az áramellátásra, a gázellátásra és hasonlók. Tehát ezt a fajta kiberveszélyt egyébként már korábban is nagyon fontosnak vélte a világgazdasági fórum. Egyébként a világgazdasági fórum ne, nem csak két évre, de 2033-ra vonatkozóan is, tehát tíz éves távlatban vonatkozóan is, komoly jóslatokba bocsátkozott. Általánosságban azt vetítette előre, hogy legnagyobb fenyegetést, egyébként az első négy-öt helyen ez szerepel, a klímaváltozás jelenti majd. Elsőként annak a mérséklésének a hiánya, másodikként az ahhoz való alkalmazkodás kudarca, majd a szélsőséges időjárási katasztrófák, negyedik helyen a biodiverzitás és az ökoszisztéma összeomlása majd, és nyilván ez meg komoly migrációs válságot eredményez majd, de egyébként a hatodik helyet is ide sorolhatnám, a listán a hatodik helyen a természetes erőforrásoknak a drámai hiánya szerepel, nem tudom mennyire ö, olvasták a kedves hallgatók, de korábban volt egy magyar nyelvű szakmai interjú azzal kapcsolatban, hogy mennyire kevés van az olyan természetes erőforrásokból, ásványkincsekből, amiből rengeteg technológiai eszközt például gyártanak, és azt jósolták ott is előre, hogy alapvető, nem tudom, ércek, meg, meg homok, meg, meg fémek, meg nem tudom micsoda lényegében el fog fogyni a világon, és hiába jönne azzal a kedves hallgató, hogy jó, de az anyag nem vészel, csak átalakul. Ugye az van, hogyha felhasználnak bizonyos fémeket, azokat nem, nem lehet összegyűjteni utána egyesével, és újra beolvasztani, és újra felhasználni, hanem ezek már használhatatlanok, hogyha egyszer már bizonyos technológiai eszközökbe ezek be vannak építve. Egyébként a becslések szerint a rendezvény sorozaton 2700 résztvevő lesz, köztük 116 milliárdos, ennek már csak azért is van némi jelentősége, mert miközben egyébként a megélhetési válságot tekinti a fórum a legnagyobb veszélynek, addig a válságos évek alatt a világ leggazdagabbjai, tekintsük a világ egy százalékának, kétszer annyit kerestek, mint az összes többi ember együttvéve. Az Oxfam kutatása szerint a globális elit, amit ők annak hívnak, a 42 ezer milliárd dollárt keresett az elmúlt két évben, miközben egyébként az infláció mint egy 1,7 milliárd munkavállaló bérét felemészti. És egyébként miközben közben például számos országot komoly energia és élelmiszer hiány sújt, addig a, ez a jótékonysági szervezet olyan statisztikákat hoz, hogy 2022-ben az élelmiszer és energiavállalatok a profitjukat kétszeresére tudták növelni. Egyébként a, ennek a Davoszi milliárdos jamborinak az egyik fő célja az volna, hogy alapvetően befolyásolják és irányítsák a világ alakulását, viszont az elmúlt évek pont rátszáfoltak azokra a globalista célkitűzésekre, amiket rendre megfogalmaznak. Jól jelzi ezt az is, hogy a COVID világjárvány alatt három éve most először tudták megrendezni rendes időben ezt az éves találkozót, valamint az is, hogy a globalizáció elleni ható folyamatok válságának sorra történt az elmúlt években, például a Covid miatti bezárások, gazdasági összeomlások, ellátási láncoknak a bedőlése, vagy akár az energiaválság, és az, annak nyomában egyébként a klímaváltozás elleni harcnak a visszaszorulása, vagy a háborús veszültségek, vagy Amerikának a protekcionista politikája, tehát rengeteg olyan dolog van, ami pont ellenkező irányban hat, mint amit a, a Világgazdasági Fórum kitűzi. Nem véletlenül hívja úgy egyébként ezt a, ezt a korszakot a Világgazdasági Fórum, hogy polikrízis, tehát válságoknak a párhuzamossága vagy, vagy sokasága gának a kora. Mindeközben egyébként ismét ilyen felhívják az újságírók a figyelmet, arra az ellentmondásra a figyelmet, hogy a klímaváltozás az hát mindig központi téma a fórumon, ennek ellenére magánrepülőknek a százai, sőt több mint ezer magánrepülő érkezik a svájci síparadicsomba. No, de hogy a konkrétumokról is szót ejtsek, a fórum első napján Klaus Schwab ugye beteget jelentett, de aztán mégis megtartotta a délután 5 órakor a nyitóbeszédét, amelyben elmondta, hogy rengeteg válsággal kell megküzdeni szimultán, ugye ahogy mondtam, ezért mindennél korábinál nagyobb szükséget lát arra, hogy legyen egy fórum, amin ezen, ezt megvitatják. Egyébként a beszédében elhangzott egy olyan kifejezés is, hogy Master of Future, az a jövő mesterei, amire még Elon Musk a Twitter vezetője is felkapta a fejét, és feltette az oldalán a kérdést, hogy ez kicsit azért bajjuk. Jóslatú vagy ilyen e, rossz hangzatú kifejezés, és vajon a Davoszi elittakjai tényleg az egész világurai akarnak lenni. A Daily Mail arról cikkezett közben, hogy rengeteg prostituált gyűlik össze ilyenkor Davosban a találkozó idejére. A különböző szexuális szolgáltatásoknak ugyanis ilyenkor egy nagy keletje van a svájci hipparadicsomban. A brit lap szerint a Veszkort hölgyek ilyenkor elegáns üzleti ruhákban jelennek meg és kísérik a az elit tagjait a hot hotelekben. Klaus schwab egyébként készített egy villáminterjút a Wall Street Journal, amelyben a fórum alapítója a meg megélhetési válsággal kapcsolatban elmondta, hogy a válságok kezelése mindig rengeteg pénzbe kerül, és ugye most több is van belőle, azt mondja, hogy szerinte a világ gdp ének egy kötőjel 3%-át emészti majd fel, jelentősen visszavetve az embereknek a vásárló erejét. Mint mondja, hogy ha az ukrajnai háború véget is ér, amit egyébként nem tudott elmondani a lap újságírójának kérdésére, hogy pontosan hogyan is érhetne véget, és, és ő sem látja ebből a kiutat. Utána viszont jön az úgynevezett újjáépítés, jáépítés amelyre már most rengeteg pénzt kalapozott össze Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök. A hírek szerint egyébként a, a, a fórumon fel fog szólalni, és a BlackRock nevezetű elképesztően hatalmas befektetősi alaptól kér majd, több pénzt az ország újraépítésére. Tehát ez is pénzbe kerül, valamint az is, hogy az energiaforrásokat ugye máshonnal megbízható forrásból szeretnénk beszerezni. Tehát nem az lesz a szempont, hogy olcsó legyen, hanem az lesz a szempont, hogy megbízható legyen a forrás, ugye ami lefordítva a magyar nyelvre azt jelenti, hogy ne szerezzék ezeket, hanem alternatív források. Ugye az új infrastruktúra, ami ehhez kell, az is piszkosú sok pénzbe került, valamint ugye azok a ellátási láncok, amik leépültek a Covid alatt, azoknak a visszaépítése rengeteg kiadással jár. Egyébként, ahogy a bevezetőben említettem, Soros György a Twitter oldalán közölte, hogy halaszthatatlan elfoglaltságai miatt nem fog tudni részt venni a Davoszi rendezvényen, de tervezi, hogy a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián viszont elmondja majd a tervezett beszédét. És ha már itt tartunk, Elomászkat is meghívták erre a Davoszi konferenciára. Ugye az egyik leggazdagabb ember a világon, ő azt mondta, hogy nem megy el, mert unalmas. Na, hogy mennyire lesz unalmas azt majd a héten. Megtudjuk, kövessék addig is az oldalamat. Köszönöm, hogy meghallgattak. A kíváncsiak a további részletekre, vagy más érdekes hírekre, vagy akár a fórumnak a többi napjának a, a, az elhangzott beszédeknek a tartalmára, a eseményekre, a legizgalmasabb fordulatokra, a ellentmondásokra, akkor kérem, iratkozzanak fel a YouTube csatornára, és ha szeretnének értesítést kapni, hogy kikerült egy új videó, vagy új hír, hangzó hangzóhír, akkor a csengőgomb megnyomásával az értesítéseket is bekapcsolhatják. Minden jót vigyázzanak magukra!